Vagy 50, ha nem több akkumulátorgyár létesül Magyarországon. Az érintett települések lakossága tüntet, a munkálatok pedig ennek ellenére rendületlenül zajlanak. Érdemes megvizsgálni, milyen hatással lehetnek ezek a zömében kínai létesítmények a magyarok egészségére és a környezetre rövid és hosszú távon. Amikor belekezdtem, nem gondoltam, hogy ez milyen bonyolult feladat lesz. Hogy ezt megértsük, ezt az egészet először Kínába kell menni, legalábbis virtuálisan, hiszen ezek a gyárak zömében onnan jönnek be. Két fontos kérdés merül fel Kínával kapcsolatban. Mivel védik ott az emberek egészségét? Vajon Kínában a környezetvédelemre, a magas károsanyagkibocsájtásra odafigyelnek -e az iparban? Vannak-e komoly szankciók a környezetkárosítás ellen? Ezután megnézzük az akkumulátorgyártás szakaszait és azok hatásait a környezetre. Beszéljünk egy kicsit először az emberek egészségének megvédéséről. Valójában, amit most fogok mutatni, az indította be a gondolkodásomat ezen a témán. Mint mindjárt meg fogok mutatni nektek, az szörnyű. Az olyan szörnyű, hogy az ember kicsi maradék haja is az égnek áll. Ez úgy tűnhet, hogy ennek a történetnek nincs köze az akkumulátorgyárak kérdéséhez, de fogjuk látni, hogy van. Ázsiai országokban, így Kínában is, gyakori, hogy az emberek nem főznek otthon, hanem utcai járosoktól vett ételt tesznek, vagy viszik haza munkába, jövő zacskóba. Például amiatt, hogy kicsi a lakás, és ötleg nincs konyha se. Ezt európai fejjel nagyon nehéz elképzelni. Az ilyen utcán vetételek igen olcsók, haza lehet vinni ugye és lépcsőházakban közös használatú mikrosütőkben lehet felmelegíteni. Kínában is rengeteg ilyen olcsó étterem van, utcai kifőzdék, ezek mindegyike használ étalajat sütéshez, főzéshez. Az olaj ezeknél a vállalkozóknál komoly tétel a költségvetésben óriási számú alacsony jövedelmű tömeg van, ezért a létesítmények olcsón árulják a portékát, és ezért minden eszközt megragadnak arra, hogy csökkentsék a költségeiket, hogy maradjon valami profit a zsebben. Emiatt alakult ki Kínában egy széles körű és jó régóta zajló, undorító üzlet, a csatornába öntött, használt a összegyűjtése és újrahasznosítása. Miért a csatornába kerül az olaj, és miért nem gyűjtik össze, kérdezheti valaki. Hát valószínűleg az az oka ennek, hogy az ilyen veszélyes hulladék hivatalos elszállítása ott is pénzbe kerül, tehát érdemesebb csak kidobni bele a kukába vagy a lefolyóba. Egy fekete iparág épp erre szakosodott, ugyanis ami a csatornában van, ahhoz teljesen ingyen hozzá lehet jutni, majd a begyűjtött olajos trutymó bekerül a föld alatti újrahasznosítás rendszerébe. Vannak emberek, akik éjjel, de akár nappal is járják az utcákat, nyitják fel a csatorna födelet, és a szennyvíz tetején úszkáló olajat lehalásszák. Vagy kukákból szedik ki az olajat. Aztán ezt nagy konténerekben elviszik, és valamilyen sufni üzemekben újra hasznosítják, ami azt jelenti, hogy különféle vegyületekkel eltávolítják belőle a nagyja mocskot, és az elszíneződéseket. Azt nem tudni, hogy mennyi marad vissza a vegyszerekből a végtermékben, ahogy azt se, mennyire volt a tisztítás sikeres. Gondolhatnánk, hogy biztos megy ez az egész gázolajnak például. A tévedés. Ezt az olajat újra töltik, hogy aztán a normál étolajáránál olcsóbban visszajuttassák a kifőzdék és az éttermek rendszerébe, ahol megetetik a vendéggel. Ez olyan régi probléma Kínában, hogy erről találtam már 10-11 évvel ezelőtti videót is a YouTube-on. A döbbenet az, hogy van erről a témáról egy hetes videó is, ami azt jelenti, hogy ez egy tartósan fennálló jelenség. A kínai hatóságok tisztában vannak ezzel, a videókban ezt egyébként is mondják. A helyzet azonban ennek ellenére nem változik. Tehát ilyen mérhetetlenül undorító és Egyértelműen egészségre káros tevékenységgel érdemben nem foglalkozik senki, vagy ha igen, akkor annak a hatékonysága nullához közelít, mert évtizedek alatt se tudták felszámolni ezt a rendszert. Ha pedig ilyen rémes guztustalanságot képtelenek megszüntetni, az azt jelenti, hogy az emberek egészségének megvédésével hadilában állnak. Milyen a kínai cégek kultúrája egy ilyen háttér mellett? A pénzszerzésnek és a költségcsökkentésnek van kultúrája. Az egészség megvédésének nincs. Mit lehet tudni a káros kibocsátásról és az ezzel kapcsolatos szankciókról? Egy hivatalos jelentésből kiderült a kínai talajszennyezési probléma mértéke. A mezőgazdasági területek 20%-a nehézfémekkel szennyezett. A talajszennyezés régóta aggodalomra ad okot Kínában a gyors iparosítás miatt. A Körzetvédelmi Minisztérium honlapján közzétett jelentés szerint a kínai talaj több mint 16%-ában előforduló szennyezőanyagok meghaladják a szabványba foglalt értékeket, és a szántóföldek 20%-át is ez érinti. Ez a cikk a Környezetvédelmi Minisztérium weboldalára hivatkozik, a keresett lap azonban nem érhető el, sőt. A Környezetvédelmi Minisztérium fő se. Előfordult, hogy időközben megszüntették a minisztériumot, vagy átnevezték, vagy beolvasztották valami másikba. A Guardian által még látott jelentésből kiderül, hogy a termőföld minősége aggasztó, az elhagyatott ipari területek súlyosan szennyezettek. A kadmium, a nikkel és az arzén volt a három leggyakoribb szennyezőanyag. Most az arzén Elsődleges felhasználása autóakumulátorok és lőszerek gyártására jellemző, de gyakori adalékanyag elektronikai eszközök gyártásakor is. A kadmium igen mérgező, ezért fontos a kadmium megfelelő ártalmatlanítása vagy újrahasznosítása. Az ösztönzők hiánya és a laza szabályozás miatt kevés ilyen akkumulátort hasznosítanak újra. Szerencsére a világon több helyen tiltják már a kadmium akkumulátorok gyártását, ezért valószínű, hogy ilyenek nem lesznek az elektromos autókban. A nikkel akkumulátorok energia közel kétszerese más anyagokénak. A nikkelt használó lítiumion akkumulátor ezért, ezért növeli a hatótávolságát az autónak. A lítiumion akkumulátorokban valójában nikkel van, túlnyomó részben csak a neve litium, jóval kevesebb a lítium ezekben az akkumulátorokban. A nikkát azért szeretik, mert kisebb a súlya, kevesebb helyet foglal el, így a nikkát használó elektromos járművekben több hely marad a rakomány és az emberek számára. A kínai állami média szerint a felmérés során kb. 100 ezer mintát vettek. A minták 70%-a enyhén szennyezetnek bizonyult. Hogy ez a kínai megfogalmazás, ez ekkor, akkor mondja, hogy ha a szennyezés mérték kétszerese a nemzeti szabványnak, akkor az enyhe. Ez nem valami szigorú. Most a minták 7%-a erősen szennyezett volt, azaz több mint ötszöröse volt a nemzeti szabványnak. De nem csoda, hogy az élelmiszer növényekben a megengedett mennyiségnél jóval magasabb a mérgező anyagok szintje Kínában, és ez egyúttal azt is jelenti, hogy a máshová szállított termények révén szinte bárhol Kínában bejuthatnak az emberek szervezetébe ezek a nehézségek ezek az anyagok. Ezekkel a kérdésekkel nem csak a média foglalkozott, hanem tudományos kutatások is születtek. Innen lehet például azt is tudni, hogy 1990 és 2021 között minden érintett régióban növekvő tendenciát tapasztaltak a nehéz szém szennyezés mértékében. A mezőgazdasági területekre kibocsátott szennyezőanyagok szabályozására Kína egy sor nemzeti szabványt vezetett be. Az öntözővíz minőségének ellenőrzésére vonatkozó első nemzeti szabványt 1985-ben létették életbe, majd 1992-ben, 1995-ben, 2005-ben, 2021-ben módosították a hét nehézfém korlátozása érdekében. A cikkből látszik, hogy újabb és újabb környezetvédelmi szabályozások ellenére a helyzet nem csak nem javult, hanem még romlott is a talaj mellett a vizeket is tönkretették. Kína folyóinak és tavainak kb. 70%-a nem biztonságos emberi használatra. Ezekből a tényekből bizonyos következtetéseket le lehet vonni. Egy. Kínában a magas károsanyag kibocsátásra nem figyelnek oda az iparban, mivel feltehető, hogy bár szabályozás van írásban, de nincsenek ez ellen komoly szankciók, vagy észrevétlenül tudják károsítani a környezet, és akkor a korrupcióról még nem is beszéltünk. És kettő, mindezek ellenére érezhető, hogy talán szorul a hurok, és a nagy szennyezési potenciálú cégek tartanak egy komolyabb jövőbeli hivatalos fellépéstől. A kínai akkumulátorgyárak tehát ilyen háttérből érkeznek. Vajon jogosak-e? Azok az aggodalmak, melyeket az akkumulátor gyárak környékén élő emberek megfogalmaznak, amikor tiltakoznak a gyárak létrehozása ellen. Hogy megértsük ezt, látni kell az akkumulátor gyártási folyamatának a lépéseit. Megpróbálom ezt gyorsan és fájdalommentesen elmondani, fókuszálva arra a részre, ami Magyarországon érdekes lehet. A akkumulátor gyártást alapvetően három fő szakaszra lehet osztani. Az első az úgynevezett upstream, a második a midstream, és a harmadik a downstream fázis. Tehát upstream, midstream, downstream. Mit jelentenek ezek? Hát mindegyik fázisban különböző dolgok tartoznak bele. Az első fázis az upstream a bányászattal kezdődik, és a, különfé tehát a különféle nyersanyagok kitermelésével, és ezek tisztításával, finomításával folytatódik ez ugye Magyarországon szóba se jön, hiszen nem rendelkezünk ilyen nyersanyagokkal. Ez nagy szerencse egyébként, mert ez a leginkább környezetszennyező része a gyártásnak. A második fázis, tehát a gyártás közepét egy rövid időre most átugrom, és a harmadik fázist mondom el előbb. De így gyakorlatilag a harmadik fázisban csak egy összeszerelésről van szó, amikor minden alkatrésze már elkészült az akkumulátornak, és ezt készre szerelik, berakják, dobozba, és megy az autógyárba. Ebben részben tartozik bele még az is, amikor ez az akkumulátor majd egyszer tönkre megy és újra kell hasznosítani, de nyilván Magyarországon nem ezzel fognak kezdeni. Nagyon valószínűtlen, hogy csak a legutolsó lépés lesz Magyarországon, ráadásul ahhoz nem is kell víz, olyan rengeteg víz, ami a viták képezi mindenhol. Tehát ebből arra lehet következtetni, hogy a kettes, tehát az úgynevezett midstream fázis valamelyik része Magyarországon fog megvalósulni. Ebben a szakaszban már előfordulhatnak komolyabb egészség és környezetkárosító folyamatok. Az egyik ilyen a magas vízigény, ami különböző anyagok mosására és hűtésre való, és ezeket a cellákat először árammal formázzák, hogy egyfajta speciális réteg alakuljon ki, Többször töltik, kisütik, ez rengeteg hőt termel, folyamatosan hűteni kell, tehát erre kell sok víz, erre is az, hogy ezen közben mi a dolgozókat, az nem elég világos. Nyilvánvaló, hogy szóba jöhet minden nehéz fém, amit felhasználnak, savak, egyéb anyagok, mint például a réz. Ezek okozhatnak egészségkárosodást. A rézmérgezés például egészen könnyedén előfordulhat, hiszen rész fóliát használnak fel nagy mennyiségben minden egyes cellához. A rézmérgezés akár már attól is felléphet, ha valakinek a méhébe résztartalmus pirát helyeznek fel, pedig abban elég kevés réz van. Ami meglepő az az, hogy nagy számú munkaerőt hoz be a kormány a munkák elvégzésére, mondva, hogy a magyar munkaerőt nem lehet találni erre a feladatra, nyilván mindenki foglalkoztató, és nincs munkanélküliség. Ez mennyi rég, az mennyire nem, én nem akarok most belemenni, viszont én inkább arra gondolok, hogy ezek az Ázsiából behozott vendégmunkások sokkal kevesebbért fognak dolgozni, mint a magyar dolgozók. Azt hallom, hogy kapnak majd fizetés plusz teljes ellátást éltem a fülöp tehát azért van rálátásom az ilyesmire, ott, re, ott, egy, a legnagyobb exportja az országnak a, a, a humán erőforrás. Tehát ott a Filippinok mennek mindenfelé, nagyon híresek arról, hogy nővérnek mennek például Amerikába. Tudni kell azt, hogyha ők elmennek külföldre dolgozni, akkor a teljes pénzüket hazaküldik, és egész családokat tartanak el belőle. Viszont van itt egy érdekes dolog. Ha megnézzük például ennek a nagy kínai cégnek, a CR, vagy micsoda neve. Ennek a YouTube csatornáját látni lehet, hogy a kínai gyáraik teljesen robotizálva vannak. Alig egy-két ember lézen a gyártósorok körül. És ez nekem ellentmond a több százezer vendégmunkásnak, amiről halljuk, hogy jönnek be az országba. Már pedig jönnek. Tehát oka van, amiért ide, nem teljes robotsorokat hoztak. Érdemes azt is megnézni, hogy a kínai gyárak már hat évvel ezelőtt teljesen robotizálva voltak. Itt a videó. Tehát nem arról van szó, hogy valami új dolog ez Kínában, csak akkor felmerül a kérdés, hogy Magyarországra miért kell ennyi munkaerő? Miért nem a robotok dolgoznak egy-két lézengő, szkafanderbe öltözött alkalmazottal? Hát valószínűleg azért, mert az akkumulátor, gyártás nem lesz robotizálva, mint Kínában, vagy legalábbis nem annyira. De milyen mögött a ráció? Egy ilyen robotizás az borzasztó drága, az emberi munka az meg nem. Ha itt megnézzük ezt az ábrát, akkor lehet látni, ez egy amerikai ö, cég, egy amerikai akkumulátoros cég, és itt van lebontva, hogy az akkumulátor árából mi mennyi, a hány százalék a különböző tételek. És szóval egy pár százalék csak a munkaerő. Tehát arra nem sokat fognak költeni, nyilván. Na most továbbá, hogyha egyszer valahol letették ezeket a robotokat, oda szerelték, azt nem lehet csak úgy fölszedni egy-kettőre és elszállítani, hogyha légy kerül a levesbe és menni kell. Ennél sokkal kevésbé macerás, hogyha egyszerű gépsorok vannak emberekkel kombinálva, ahol az emberektől könnyen és gyorsan meg lehet szabadulni, hogyha életlen valami közvén is bukik a mutatvány. Én erre gondolok. Rendkívül nehéz az interneten információt találni arról, hogy valójában melyik gyártási fázisok lesznek Magyarországon. A vízfelhasználás és a magas energia felhasználás miatt gondolom úgy, hogy a midstream szakasz cellagyártó része is itt lesz Magyarországon, és az azt követő lépések természetesen. Hát, ha van valakinek ezzel kapcsolatban információ ötlete, írja már meg kommentben. Na, én viszont tovább lépek, beszéljünk egy kicsit a környezeti hatásokról. Az egyik ilyen, a magas vízigény, amit már meglátunk, hogy, hogy, milyen mértékben sikerül kielégíteni. Itt lehet látni egy elemzést arról, hogy milyen vízigénye van az akkumulátorgyártásnak ebben a szakaszban. Most szándékosan nem beszélek a bányászati részről, mert ott még nagyobb a vízigény, de az nálunk nincs. Ez a hatalmas energiaigény is van, ahogy ezt tanulmányoztam, kiderült, hogy a cellákat elő kell készíteni, és ez rengeteg áramot fogyaszt. Feltöltik, kisütik, feltöltik, kisütik többször egymás után valahogy ezzel aktiválják, vagy formattálják a cellákat. Ez a folyamat rengeteg hőt termel, ezt hűtik vízzel, tehát nem csak víz kell, hanem jelentős energiavesztés is történik. Az energia pedig, ahogy hallom Magyarországon, nem áll rendelkezésre olyan mértékben, ahogy ezeknek a gyáraknak kell, tehát mert valamilyen erőművek fogják ezt szolgáltatni, melyek jelenleg még nem is léteznek. Azt is hallottam, hogy gázüzemű erőművek létesítését tervezik. Ez felvet egy széles körűbb körzetszennyezési effektust. Hát ugye nyilván orosz olcsó gázra van ez alapozva. Akármennyire is tisztább egy gázüzemű erőmű, azonban mondjuk egy széntüzeslésű erőműhöz viszonyítva, de akkor is csak szénhidrogént éget, ezáltal széndiokszidot bocsájt a levegőbe és ez Magyarországon fog megtörténni. Tehát megnyomja a széndiokszid kibocsátásunkat, ami nem okvetlenül csak ránk nézve károsan, hanem az egész világ klímájára általában. Tehát tulajdonképpen a végkimenetele egy ilyen akkumulátorgyártásnak nagyon pozitív. Ugye az autó, ami aztán utána nem szennyezi egyáltalán a környezetet, ez nagyon környezetbarát. De mire oda eljutunk, addig azokon a helyeken, ahol a gyártás történik, ott lesz lerakva ennek az ára, Környezetkárosító tényezők formájában, illetve az adott esetben egészségkárosodás is történhet, amiről az idő rövidsége miatt most nem akarok ebben a videóban beszélni, hanem egy másikban. Az is fölmerülhet kérdésként, hogy miért nem csinálja ezt az egészet meg a kínai cég Kínában és hoz ide a kész akkumulátorokat Európába. Hát azért, mert ezeket a teljesen elkészült akkumulátorokat veszélyes messzire szállítani, bármi történhet vele útközben, akár elsüllyed a hajó. Akkor ugye már egy nagyobb hozzáadott értékről van szó. Tehát félig feldolgozott alapanyagok fognak idejönni, és azokból itt lesz megcsinálva minden. A megfelelő környezet és egészségkárosító effektusok is itt fognak megtörténni. Ez a gondolat a lényeg. Na, no, ha látni szeretnéd a soha nem bomló örök vegyületekről szóló videómat, ide kattintva azt is megnézheted. Jó éjszakát!